Kassai Ferenc polgármester és a képviselők eskütételével kezdődött az ünnepi alakuló ülés október 10-én a Városháza dísztermében. Tisza Völgyiné, dr. Somosi Edina, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a nyári önkormányzati választások eredményét. Az ülés megnyitása előtt Kassai Ferenc polgármester a közös munka fontosságára hívta fel a figyelmet. Arra tettünk esküt az imént, hogy tisztségünkből fakadó feladatainkat a közös fejlődés előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítjük. A szabályokat betartjuk és betartatjuk. Ezek a szabályok ugyanúgy érvényesek ebben a teremben, mint a családban. Arisztotelész szerint a kezdet már az út fele. Ezek szerint ma nem csak elindultunk, az út felénél járunk. Ígéretet tettünk egymásnak. Mindannyiunknak vannak saját elképzelései, de ezeknél fontosabb, hogy választóink Budafok tétén nyugodt és szakszerű működését kapják tőlünk. Kiszámítható mindennapokat és biztonságot minden szempontból. Kassai Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Bakos Miklós és Jurás László megalakították az ipartestületi civil frakciót Jurás László elnökletével. A Fidesz-KDNP Krieger Krisztina vezetésével alakította meg frakcióját. Titkos szavazáson választottak a képviselők alpolgármestert. Választottunk alpolgármestert Németh Zoltán Zsolt személyében. Ezzel kapcsolatban örömteli, hogy összesen a 17 képviselőből egy képviselő nem támogatta, és 16 igennel, meglehetősen nagy szavazatarányjal megszavaztuk, megválasztottuk, megállapítottuk az illetményét is, ami szintén egyhangú. Kassai Ferenc polgármester a konstruktív együttműködés érdekében alpolgármesteri pozíciót ajánlott fel Perlai Zoltánnak, de ezt ő nem fogadta el. Az első napirendi pontban arról döntöttek a képviselők, hogy Budafok Tétény önkormányzata a Dunai Árvíz szeptember 21-i tetőzésével összefüggő árvízvédelmi többletfeladatok ellátásában résztvevő kerületi rendőröket 1 millió forinttal, a Budafok Tétény polgárőrséget és önkéntes tűzoltó egyesületet pedig 900 ezer forinttal támogassa. A kerületi katasztrófavédelmi őrs munkatársai nem Budafok Tétényben, hanem a Margit szigeten segítettek, ezért Kassai Ferenc polgármester előterjesztőként arra tett javaslatot, hogy a Budapest főváros önkormányzata részesítse jutalomban a helyi tűzoltókat. Az ellenzéki képviselők módosítást adtak be ezzel kapcsolatban. Azt javasoltuk, hogy a tűzoltók esetében is a kerületi tűzoltóinkat mi, a kerületi önkormányzat jutalmazzuk meg. Ezt végül is egyhangulag elfogadta ezt a javaslatunkat a képviselőtestület. Egyhangú volt a döntés a kerületi egészségügyi ellátást érintő döntésben. Október 1-től megváltozott Budapesten is az ügyeleti rendszer. Már nem az önkormányzatok által működtetett ügyeletek vannak, hanem a mentőszolgálat szervezi meg ezt az ügyeletet házi orvosok segítségével, de a probléma az a kerületünk számára, hogy a kerületben nem jelölt ki a mentőszolgálat ilyen ügyeleti pontot, hanem a Szent Imre kórházba kell bemenni, hogyha valamilyen sürgős problémánk van. A javaslat arról szólt polgármester úrtól, hogy ennek ellenére indítsunk egy önkormányzati fenntartású ügyeleti szolgáltatást, egyelőre kísérleti jelleggel. Ezt mi támogattuk, hiszen a kerületi lakók érdeke az, hogy valóban itt közelben is elérhető legyen ez a szolgáltatás. Meglátjuk, hogy fog működni, és utána ennek megfelelően fogjuk még változtatni a rendszert. Az ügyeleti rendhez az önkormányzat támogatást nyújt olyan formában, hogy napközben 8-tól 16 óráig levesszük a házi orvosokról bizonyos feladatokat, például azt, hogy ki kelljen menniük házhoz, vagy a sürgőségi ellátást, és úgy hallottuk egyik képviselőtársunktól, hogy nagyon tetszik a házi orvosoknak, kifejezetten támogatták ezt, úgyhogy ez örömünkre szolgált, így egyhangulag ezt is megszavaztuk. A pénzügyi és átláthatósági bizottság megalakítását az ellenzéki képviselők levették a napirendről.
A Bajkó Sokorai István, Kazinci Krisztina, Kerekes Gábor, Móga Bernadett, Paim Bálint, Perlai Zoltán, Dr. Staudt Máté és Szépvölgyi Gergő képviselők által a képviselőtestület 2024. évi munkatervének módosítására benyújtott sürgősségi indítványt Krieger Krisztina képviselő módosító javaslataival egyhangulag fogadták el. Voltak olyan napi rendek, amelyekben nem értettünk egyet, de végül is az egyik legnagyobb vitát kavart és legtovább tartott napi rendnél is, amely egy sürgősségi indítvány volt. Munkatervről szólt, mikor legyen testületi ülés, szervezeti működési szabályzatról. Ez egy viszonylag bonyolult rendszer, ezért most erről részletesen nem beszélnék. Az a lényeg, hogy módosító indítvánnyal, amit én adtam be, sikerült konszenzusra jutni, megállapodtunk a következő képviselőtestületi ülés időpontjában, és ekkor beterjeszti a polgármester munkatervet és az új szervezeti és működési szabályzat tervezetet. A következő képviselőtestület október 31-én lesz. Az eddigiekhez képest egy kiegyenlített a testületnek az összetétele, és ezért kompromisszumokra vagyunk kötelezve a választópolgárok által. Fontos döntéseket hoztunk, de még fontosabb döntések vannak előttünk. A következő testület ülésen meg kell alkotnunk a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatát, ami megadja a működésünk kereteit, meg kell alkotnunk a képviselőtestület bizottságait, amelyek az érdemi munkájában nagy szerepet vállalnak. Tehát nagyon sok fontos döntés áll előttünk annak érdekében, hogy tényleg elkezdődjön a munka. Van már elképzelés a bizottsági tagokról és esetleg a polgármesterről, hiszen itt polgármester úr ezt is feltette kérdésként? Ugye egy alpolgármestert megválasztottunk ma, ez a törvényi minimum. Ehhez képest a polgármester úrnak van előterjesztési jogosultsága újabb polgármesterekre. Ma Perlai Zoltánt felkérte, ő nem fogadta el. Én úgy tudom, hogy a nem fideszes oldalon nincs olyan, aki ambicionálna ezt a pozíciót, de természetesen, hogyha a polgármester úr felkér további személyeket, akkor ők majd válaszolnak erre a felkérésre. Bizottságok tekintetében ma kaptunk egy javaslatot polgármester úrtól, ezt át fogjuk tekinteni, és fogunk rá reagálni. Nyilván nekünk is vannak elképzeléseink. Olyan bizottsági struktúrát szeretnénk felállítani, ami megfelel a választási céljainknak, a választási programjainknak, azokra a területre szeretnénk fókuszálni, amelyek számunkra fontosak, kiemeltek, illetve természetesen be fogjuk tartani azokat az alapvető szabályokat, amik erre vonatkoznak.